mondhatni, hogy a fél csapat. A kis padon kezdte a meccset, és megvan az első kapura lövés, a kidobott labda is szélre. Aztán Ragó Ler. Óriási gól! Korhut végzi el a sarokrúgást. Ott a helyzet, és ott a második gól. Lassú volt a labda, de még így is el lehet lőni Kovács. Gyenge lövés. És hát Bogdány beállás, amikor csereként lépett pályára. Mindig jó volt, és ott van a szépítő gól! Ragó lövés! Nézzük! Ragó! Lejön az ismétlés! Elszúg a kapu mellett. Megnyitott a beadás. Egy óriási lövés levágódik. Hátul három mezőkövesdi közöttük. Egy távoli lövés, és nagyon jó volt Ragó. Kísérlete. Ragóval játszik össze, jön a beadás középre. Kassa, azt oldalon ott van Binder, és nem sikerül berúgni. A gól volt. Jön a beadás Kassa irányába, kifejelik, ott lehet Csukics, egyből ellövi, és épp hogy mellé megy. Utána nem ő volt a párharc győztes, és most megint ketté szakad a pálya. Megint lendületben a Debrecen is oldalháló. Jön a beadás. Hegedűs. Nagy lövés. Vertec Mári. Remek. Ezúttal Kassa jól fejeli le a labdát. Bogdány. És megvan az egyenlítő gól. Habúcsek. Kovács. Ott a lehetőség. Kassa. Kovács. Belelépnek. Kassa lefejeli. Bogdány. Megcsinálja a csehát is, és 3-2! Megfordítjuk a meccset! Hogy a mennyekben érezzék magukat a miénk. Hú, de kelletelek csúsztatása. Nem te bal szélen, jön a beadás középre. Érkezik Bogdány, ott van Kassa. És mehet tovább. Ketten is lemaradnak. Most már csak Bogdány. A 16-oson belül. Szurkolóton kívül senki sem bánál, lefújnak a meccset. Ott a helyzet, és gól! Egy gól a továbbjutás! Gollal veszik ki a részüket. Olyan, ez piros lesz. Vívja meg. Huszár Géza gárdája. Tajt is bemutat egy csle Habulcsákot. Egy távoli lövés. Hú, mekkora kapufa volt. Az ismétlés viszont már lesz.